Sziasztok, Szúdi Péter vagyok. A mai adás témája, hogy mi legyen az első néhány eszköz, amit megvegyél, ha komolyabban érdekel a fotográfia. Előjáróban annyit szeretnék mondani fotósként, hogy ha valakit nem érdekel komolyabban a fotózás, akkor nyugodtan használja a telefonja kameráját, hiszen ma már minden középkategóriás okostelefon szuper fotókat tud készíteni, főként széles látószögben és főként kinti fényviszonyok mellett. A kompakt kamerákat amúgy is kinyírta a mobil, erről ennyit. Minden másra pedig ott vannak a DSLR és mirrorless kamerák és jobbnál jobb tartozékok. Mivel nagyon el lehet szállni a költségekkel, és nem is biztos, hogy érdemes mindent egyszerre megvenni, azért készítettem ezt a videót, hogy segítsek az észszerű beruházásban, ha élsz-halsz a fényképészetért. Apropó, ha még nem tetted, nézd meg ezt a 3 perces múltkori videót, ami meg a felesleges cuccokat listázza, klikk a jobb felső sarokba. A mai videó is rövid lesz, hiszen erről a témáról kár túl sokat pofázni, kezdjük is. Miket szerez be elsőként? Első lépés. Mirrorless, esetleg DSLR váz, mindegy, hogy milyen márka, én amúgy a Nikon, Sony és Canon márkákat ajánlom. APS-C vagy full frame. Pénztárcától függ, de amúgy tök mindegy. Második lépés. Egy nagy fényerejű fix obi, kb. 35-50 millis tartomány környékén. Miért? Mert képminőségben nagy ugrást jelent egy zoomos kit obihoz képest, viszont árbarát és szinte mindent le tudsz képezni vele, még belső térben is. Plusz a tág blende tág lehetőségeket ad a bokével és a mélységélességgel való játszadozásra és tanulásra. Harmadik lépés. Memóriakártya minimum 64 GB-os tároló kapacitással, de plusz egy tartalék is legyen. Én főként SanDisk és Kingstonokat szoktam használni, de lényeg, hogy legyen megbízható. Negyedik lépés. Tartalék akkumulátor. Itt választhatsz akár egy jó utángyártottat is, de olvasd át a piac visszajelzéseit. Ötödik lépés. Kombinált tisztítóecset és egy pumpás fújóka. Ezek főként az objektív és kameraszenzor tisztításáért felelnek, és tényleg csak pár ezer forint az áruk. Én lenspent és polaroidot használok. Hatodik lépés. Fotós hátizsák. Nem árt, ha van hozzá esőhúzat és derékrögzítés. A márka, a szín, a stílus már rajtad áll. Bónusz lépés. Most utálni fogtok, de ha komolyan gondolod, akkor kezdj előfizetni, vagy legalább egy ingyenes hónapot végy Photoshop vagy Lightroomra. Miért? Mert egy új világ nyílik ki ezáltal, ami persze költséges, de a Netflix, Disney és HBO is az. Szóval, ha komolyan gondolod, ne idióta filmeket és sorozatokat néz, hanem inkább válj az ízléses és szakszerű utómunka mesterévé, és az ingyenes YouTube és blog oldalakon rengeteg segítségre lesz. Na ennyit a mai prédikációról, ha tetszett, akkor like és megosztás, részemről pedig megy a virtuális ölelés. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, Isten tartsa meg a jó szokásotokat. Találkozunk a következő videóban, szevasztok!